Bőtölésnek több oka lehet, és több módszere lehet. Valamikor, hogyha valaki beteg, és akkor ahhoz, hogy meggyógyuljon, lehet bőtölni ahhoz, hogy valaki tisztuljon a tudata, és tudjon fejlődni. És egyik, ami legjobb bőt, ami mindenkinek ajánlott, ez az új hold és a teli hold 11. napra. Úgy hívják, hogy Ekádasi. Ez általában havonta kétszer van, és akkor ember erre ezen a napon bőtöl, akkor testileg is tehermentesíti a szervezetet, és lelkileg is fejlődik, mert ezt a napot úgy hívják, hogy Harivasana, Istennek a napja, ez egy különleges a bolygóállási vagy hold fázisának a napja, és lehet bőtölni úgy, hogy valaki szárazon bőtöl, valaki csak iszik vizet, valaki eszik zöldségeket, főt ennivalókat, de nem eszik hüvelyeket és a gabonát.